Új térfigyelő kamerák, szennyvízderogáció, kutyásrendőri járőrszolgálat és a roncsautók elszállítása. Többek között ezek a témák kerültek szóba azon a közbiztonsági egyeztetésen, melyet Sátoraljóújhelyen tartottak. Szamosvölgyi Péter polgármester Sátoraljóújhely önkormányzatával, a közterületfelügyelettel és a Sátoraljóújhelyi rendőrkapitánysággal folytatott megbeszélés során kiemelten foglalkozott a köztisztasággal, biztonsággal, valamint a közterek rendben tartásával. Különösen kirívó esemény nem volt a városban, és azt gondolom, hogy a rendőri jelenlét erősödése az mindenképpen pozitívan hatott a közhangulatra is. Egyre több helyről küldik el azokat a koszos, mosdatlan egyéneket, akik itt-ott feltűnnek és ülnek a padon. A illegális szemétlerakás mértéke is csökkent. Két kamerafelvétel is van ugyanakkor, ahol mi megörökítette ezt a hősítettet, hogy valaki az otthoni szemetét kidobta a zöld területre. Reméljük, hogy ez alapján meg is tudjuk őket fogni, és megkapják a méltó büntetésüket. Úgyhogy ebből a szempontból csendes volt a hónap. A rendőrség a kutyás járőrszolgálat megerősítését és további rendőrkutyák munkába állítását is tervezi. A derogációs munkálatok továbbra is megnehezítik a közlekedést, ennek kapcsán türelemre kér mindenkit a város. Most már helyreállítási útvonalak is vannak, ahol már nem csak a kavicsot vagy a betont, hanem az aszfaltot is felhelyezik a kivitelezés végével, és aztán egyre több lesz ebből, és egyre kevesebb felbontott utcánk lesz, még most lesz. A Kazinc utca jókora szakasza szintén ebben a körben van, nem fogja egyszerűsíteni a helyzetet. Megpróbáljuk jelezni már a Pataki úton, hogy aki csak keresztül megy a városon, vagy a kalandparkba kíván menni, az használja a tehermentesítő utat, mert ha valamikor, akkor most nagyon jó, hogy megépült és használni lehet. Jön a nyár, sok vendégünk lesz, sok turistánk, ez most pünköskorban is bizonyosodott. Számukra is megpróbálunk időben jelzést adni, hogy a kalandpark 1-es, 2-es, 3-as parkolóját, amely jégcsarnok előtt és mellett van, ha megtelnek, ne használják, hanem megpróbálják őket benavigálni valahogy a nagy parkolóba, a játszótér mellé. A város területén lévő roncsautók elszállítása eddig jól halad, derült ki az egyeztetésen. A városvezető hozzátette még, hogy ahhoz, hogy a város tiszta maradjon a lakók segítségére és együttműködésére is szükség van, hiszen csak közösen lehet tenni azért, hogy rendezett helyen éljünk.